Köszöntöm nézőinket, a képviselő is csak ember, ez sokszor bebizonyosodott már e szinterek között. Tóth Csabát köszöntöm sok szeretettel. Csaba, te azt hiszem, hogy egy színes egyénisége vagy a képviselő testületnek, ezt azt hiszem, hogy bátran mondhatom. Itt azonban elsősorban most nem ez az érdekes, hanem az az érdekes, hogy az a Tóth Csaba, aki ma az, aki, az honnan indult? Tehát a gyerekkor, az első évek, a szülői ház, az hova kött téged? Köszönöm a lehetőséget, hogy ilyen szinten is bemutatkozhatok. Ha magamról kell beszélni az indulásról, akkor, akkor óhatatlan, hogy a szüleim ne jussanak eszembe, és ne arról szóljak pár szót, mert meghatározta az ifjúságomat, a gondolkodásomat, és azt, ami ma vagyok, döntően befolyásolta. Hálás vagyok nagyon a szüleimnek, elsősorban nyilván édesanyámnak, akinek azt tanácsolták az orvosok, hogy egészségi oknál fogva már engem ne vállaljon, mert vese problémája volt, és talán neki fontosabb és jobb lenne, hogyha én már nem születnék meg. De édesanyám mindannyiunk életében legfontosabb szót, az igent, Kimondta felettem, azt mondta, hogy legyek, és én ezt hálásan köszönöm nekem neki innen is. Ő egyébként a háborúban ö, árva maradt. A az 1944. szilvesztere után, január 1-én egy orosz gránát robbant a belvárosi lakásukban. Megölte édesanyját, testvérét ott mellette, őt összekaszabolta. Az édesapját a légnyomás a falhoz vágt, ő később halt meg. Az édesanyja Rókus-kórházba pár napra, és a testvére az ott közvetlen mellette. Így hát anyám árva maradt, és ö, ment ö, vidékre, családokhoz, onnan megszökött, mert rab, rabszolgaként használták. Végül egy ö, református ö, presbiter család fogtőn itt Kalocsa mellett ö, magához fogadta édesanyámat, és és ö, így nőtt ő fel, paraszt ö, családban. És ez az ő gondolkodását is bizonyos fokig meghatározta, de az, hogy református családban az döntő volt. Így aztán, amikor édesapám, mint fiatal teológus rátalált édesanyámra, akkor ők így ezen a vonalon is, megértve egymást, hosszú jegyesség után összeházasodtak, és hát három gyermeket vállaltak. Természetes a református lelkészségből adódott, hogy szüleim folyamatosan költöztek, mert egy lelkésznek az állása az nem helyhez kötött. Így aztán mi az Észak-Magyarországon kezdtük az életünket, illetve hát kezdték ők. Vizsolytól nem messze, és Gönctől nem messze, Szögligeten és Helycén az Északi Középhegységben ott voltak az első éveink, ezekre kevésbé emlékszem, talán nem erről kellene beszélnem, de az életemnek egy érdekes része, hogy oda köt. Egyéb iránt származásilag édesapám felvidéki, és édesanyám pedig erdélyi származású, úgyhogy Magyarországon kevés rokonunk is van, a mai Magyarországon így erdélyhez és felvidékhez köt nagyon sok ami nyilván a később életem szempontjából majd érdekes lesz. Csaba, ez azt jelenti, hogy az iskolák és az általános iskolák is bizony hát nem egy helyhez kötöttek benneteket, hiszen ha édesapát hivatása úgy kívánta meg, akkor menni kellett. Ez így van. Én Baranyába 64-be kerültünk, 63-64-be kerültünk, akkor ott kezdtem el az óvodát, a, a testvérem, nővérkém már ott iskolát kezdett, sőt, talán a bátyám is az iskolát ott kezdte és aztán 67-ben Harkányba, Harkányfűrdőre költöztünk, oda vezényelték édesapámat, és én ott kezdtem már a Harkányi Kitaibel Pál általános iskolában az első osztályos tanulmányaimat, egészen hatodikig, mert hatodiktól 72-ben megint elhelyezték édesapámat, akkor kerültünk mi ide akkortól nevezhetem magamat igazán szexárdinak, és édesapám azt mondta, hogy, hogy fiam, az élet majd el fog sodorni ide, oda, amoda, mész majd tanulni más városba, de lehet, hogy el is költözünk innen, de az igazi ifjúsági, ifjú életedet itt fogod tölteni, erre fogsz mindig emlékezni szívesen, és igaza lett, mert valóban elkerültem egyetemre, de igazi emlékeim gyerekkoromból, nem is Harkányhoz kötődnek, bár ott volt a, a, a strand, a strandolásnak a, 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 nyári vakációnak a minden kellemes élményével, de alapvető kedves emlékeim ide Szexárthoz fűznek. Tehát mi 72 be ide költöztünk, Kálvin téren a, a, lelkész lakba, öreg Boda Józsi bácsit váltotta, édesapám, és hát aztán a a hármas általános iskolába, Bobics iskolába jártam, Onnan a ben a Garai Gimnáziumba vitt az utam. Garai Gimnázium után merre történt a pályaválasztás? Mennyire befolyásoltak szülők egyáltalán? Hogyan döntöttél, mi leszel, ha nagy leszel, vagy mi lettél? Érdekes volt, volt olyan osztálytársam, aki már eldöntötte, hogy, hogy ő sebész lesz. Koltai Laci. Az édesapja itt a kórházban dolgozott, és orvos családból, ő is orvos lesz, és, és ő tudta, hogy mert érdekes módon én, éppen azért, mert valóban azt lehet mondani, hogy színes egyéniség vagyok, tehát sok mindenhez van affinitásom, érdekelt a, a természettudomány is, érdekeltek más területek, talán a sport is érdekelt, noha soha nem sportoltam versenyszerűen, tehát nem tudtam, hogy hova tegyem le igazán a voksot, és talán már az általános iskolában a biológiához, a kémiához való vonzódásom, az, és itt azért hadd mondjam azt a aranyos történetet, hogy már gimnáziumban macska, tehát biológia szakkörön, macskaboncolás, talán még ma is bent van a gimnáziumban a szív és a tüdő kapcsolata és az agy, vagy a macska agy és a macska szem kapcsolata, amit úgy boncoltunk ki, és preparáltunk ki, É, hát lehet, hogy ö, ma, most itt a, a különböző esetek kapcsán bennünket előszednének, hogy hogy mertünk mi macskát boncolni. Még emlékszem, a kórházból szereztük a, az altatószert hozzá, és, és ott házilag, ö, otthon mi nálunk, ott végeztük ezt a tevékenységet, szikével, mindennel, szóval érdekes dolog volt. Egy a lényeg, hogy talán ezek a, a, a dolgok arra, ambicionáltak, hogy orvosi pályára induljak el. Így aztán első évben elég volt a pontszám, de annak idején még a lelkész gyerekeket nem elsőre vették fel, bár talán az utolsó garnitúrák közé tartoztam, hogy, hogy ez nagyjából számított, 79-80-ban, bár lehet, hogy utána is még, de a következő évben már, már egyenes út vezetett az egyetemre, így aztán ö, általános orvosi ö, diplomát szereztem 1987-ben. Mit lehet mondani ö, ez a. Pécsi kitérő, ez, 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 mit adott neked? Mennyire vetett fel új lehetőségeket? Mennyire érezted azt esetleg, hogy elég ebből a csendes kisvárosból valami nagyobb falat? Egyáltalán hogy találtad meg más a számításodat? Ugye rutinod már volt a különböző ö, váltásokhoz. Mit adott mégis az egyetem? Érdekes módon ambícióm, egzisztenciális ambícióm, szakmai ambícióm, nem volt az egyetemi évek alatt. Gyerekkoromban is azt mondták, hogy a gyerek a jéghátán is meg fog élni. Úgy éreztem, hogy ahová a sors vet, ahová kerülök, ott meg fogom állni a helyemet, nem kell nekem ezt nagyon terveznem. Nem céltudatosan készültem egy adott szakterületre. Éltem az egyetemisták életét, jól éreztem magam a bőrömben. Ott ismertem meg a kedves feleségemet az egyetemi kórusban, én örömmel és szívesen éneklek, és ott ö, ismerkedtünk meg, akkor kezdtem el tulajdonképpen újra vissza járni Szexárd, illetve Tolna ö, környékére, hiszen a feleségem tolnai származású. Akkoriban mi 79-ben el is költöztünk Szexárdról, tehát végül, végérvényesen befejeződött volna a élet élettörténetem valószínűleg, hogyha a feleségem nem tolnai, és ő nem szexárdon kezd dolgozni, amikor már mi jegyesek voltunk 1984-ben, így aztán az orientációm nekem újra szexárd felé vetődött. Kétségtelen, hogy gondolkodtam, hogy hol, hol lehetnék, ö, hol tanulhatnék többet, ö, mely oktató kórházban. Hiszen azt tudni kell, hogy a Pécsi Egyetemi Központ, ö, mint oktatóközpont, a negyed évtől már a hallgatókat gyakorló kórházakban oktatja, így Kaposváron, így Szexárdon és Pécset is, hogy most merre menjek, hova kérjem magam. Ha mégis a saját érzéseimet és saját elképzeléseimet vissza és fölelevenítem, akkor én mindig körzeti családorvos szerettem volna lenni. Ez így lett? Nem, nem így lett. Én bakonyba szerettem volna Elmenni egy kis, bakonyi faluba, letelepedni. Romantikus álmok. És, és ez tényleg így volt. Ha nincs a feleségemnek ez a családi helyhez kötődése, akkor valószínűleg így is történik. Mit lehet mondani ez a helyhez kötöttség, tehát mondhatom azt, hogy ez a szerelem, ez mikor éred be? Tehát mikor lehet azt mondani, hogy házasságot kötöttetek, és mondjuk a család útjára léptetek egyáltalán, akkor már itt áttérve a magánéletre, hogy kell elképzelnünk megismernünk a te családodat? Hát mi rögtön az egyetem elején megismerkedtünk a kórusban, és egy fél éves ismerettség után már, mint partnerek, jártunk együtt, és 1984-ben végzett a feleségem a, az egyetemen, ő fogorvos lett, és jött Szexárdra dolgozni. Annyit már tanultam, család, házasság, és ilyen kapcsolati dolgokról, hogy igenis próbára kell tenni a kapcsolatokat, de vannak, amikor már el kell kezdeni védeni a kapcsolatot. És az egyetem kimondottan olyan terület, ahol futnak a a szép fiúk és a szép lányok, és, és mindenkit érhetnek kísértések és bókok és, és különböző impulzusok. Ezek a, a próba időszaka, hogy egy egyetemi időszakban egy pár, két-három évet egymással, egymás mellett el tud -e tölteni. Viszont amikor a feleségem befejezte az egyetemi évet, térbeli távolság alakult ki közöttünk, hogy jött Szexhárdra dolgozni, maradtam az egyetemen. Engem körülvettek az egyetemisták, őt körülvették a, a, a paciensek és a... Teljesen más közeg. Más közeg, és akkor azt mondtam, hogy védeni kell ezt a kapcsolatot, és azt mondtam, akkor most legyen az eljegyzés, mert egy gyűrűnek mindig van egy, egy védő jellege, noha nem ezt fogja megvédeni, de egy érzésű embert, aki meglátja, mondjuk tetszik valaki, nekem is látom, hogy az ujján van egy gyűrű, akkor már ennek akkor már van egy visszatartó ereje a, a jó érzésű emberekben, akinek viszont nem visszatartó erő, a, és mégis utazik valakire, akkor meg már érzi azt, hogy ez gátlástalan, nem érdekli, hogy én elkötelezett vagyok, és ezért megpróbál belépni az életembe. Tehát, Tehát úgy érezted, ráerősítesz mindenre. Van, és és ez, erre fogadó volt a, a feleségem, és egyezett a véleményünk ez ügyben, és egy nagyon szép eljegyzés volt, és ezt aztán 1985-ben rá egy évre esküvő is követte. És hát nagy a nagy Igen, a ja, mai, mai kifejezéssel azt lehet mondani nagy család, én azt mondom, hogy egy egészséges, szép család van. van. Négy csodálatos gyermek. Külön öröm. Tehát ha, szabad azt mondani, a legnagyobb öröm a, a családban ér, a legnagyobb bánat is ott tud érni. Tehát a történjen bármi a képviselőtestületben, a politikában, a közéletben, bármilyen öröm vagy éppenséggel bánat, nem akkora, ami hasonlítható lenne a családi örömhöz és a családi bánathoz. Mennyi idős a legnagyobb gyermek és... Tehát hogy, hány évesek Igen, ők? Viki, Kata Viktória, 15 éves, és a Lővei gimnáziumban most végezte az első évet, ami ilyen nulladé évesnek mondható francia nyelvű gimnázium. Igazán most fogja a szakmai részt kezdeni, de már csoda, hogy egy fél év alatt, egy év alatt már szépen beszél franciául, volt Párizsban, angolból ő már középfokú nyelvvizsgált, tehát úgy érzem, hogy ő egy jó Jól elindult ö, ö, gyerek. Érzelmileg természetesen ö, a szüleitől nagyban ö, függ. Ő anyás, nagyon. A Klárika, ő 91-ben született, tehát 12 éves, és, és ő azt mondják ö, jobbára rám hasonlít. Ő most, most kezdte megérezni, hogy mit is jelent a, a tanulás öröme, a tudás öröme. Eddig ő ilyen, nagyon kedves, nagyon aranyos, de nem igazán hajtós kislány volt. Most rá erősített és ö, majdnem minden tantáriból ötös lett, ö, és, és a kitűnő az a kitűzött célja. Tehát nagy öröm van a Kárikában is. <kül> aztán jött a Zsuzsi, aki 96-ban született. Itt már Hölgy van, azt látom. Három lány, bizony, de ő aztán igazán apás. Tehát ő ő teljes mértékben azt, mondja, azt figyeli, hogy én mit mondok, és akkor ő, neki az az igazán ö, komoly vélemény. Ezt ezt az édesanyjával egyeztetni is kell, mert, mert sokszor ott köztük konfliktus van, hogy nem fogad szót, de ha az apa azt mondta, akkor ott nincs appelláta. És nagy áldás volt ö, újra a 2000-ben született ifjútó Csaba nem azért, mintha azt szerettem volna minden áron, a feleségem mindenképpen fiút szeretett volna. Én úgy éreztem, hogy, hogy, amit a Jóisten ajándékba ad, azt el kell fogadni, és ő tudja a legjobban, hogy nekünk mire van szükségünk. És minden gyermeknek ezt mondtam és ha megkérdezem a Csabit, hogy mi vagy te, akkor mondja, hogy a Jóisten ajándéka. Mert őket mi kölcsön kaptuk, vagy hogy is, mi nem kölcsön, de ránk bizza ránk bízta a Isten, hogy, hogy tessék itt egy csodálatos ajándék, és ö, viseljétek gondját, és felelősségét, és hát az örömök, nyilván a együtt járó kockázatos bánatok is, azok minket terhelnek majd, és ö, viselni kell. Csaba, a te, ö, mondhatni így karriered, a munkád, az, az a, a közszereplésen kívül hogy alakul? Tehát mondjuk, amikor nem <coughs> képviselőként tevékenykedsz, akkor mivel foglalkozol, mit csinálsz? Ö, a az egzisztencia a teremtés, ugye az egyetem után kikerültem, aztán katonasság következett, és belgyógyászati osztályon kezdtem el a munkámat. Azonban éppen azért, mert annak idején megváltoztak az építkezési feltételek, illetve a kölcsönfeltételek, az OTP-nek talán még emlékszel esetleg rá, hogy volt olyan, hogy 3%-os kölcsön. OTP hitel, és ezt bejelentették, hogy meg fogják változtatni. És én úgy éreztem, hogy a vége a világnak, ha ezt most nem tudjuk fölvenni, akkor, akkor, akkor minden jóról lecsúszok. Egyéb iránt most itt eszembe, hogy én egy ilyen pessimista beállítottságú voltam gondolkodásomban. Életstílusomban optimista voltam, mert adottságomnál egy optimista ember vagyok, de gondolkodásomban nem azt mondtam, hogy hát ha most majd magasabb kamat lesz, majd akkor majd nekem is terem Úgy, hogy úgy hogy ez kész, elveszne, és, és erőnk felül belevágtunk egy építkezésbe, ami inkább egy, egy igazi célt adott elém, és elkezdtem az építkezést. És akkor fizetés nélkül szabadságot vettem ki, ott dolgoztam az építkezésen. Már csak azért is, mert annyi volt a fizetés, hogy egy hét alatt egy segédmunkásnak kifizettem a diplomás fizetésemet. <coughs> Úgyhogy édesapámmal együtt közösen dolgoztunk, nagyobb falat volt, mint gondoltam. De visszatérve az egzisztencia teremtése, a kórházi működésben ez azt jelentette, hogy a volt főnököm az, hát hogyha én nekem fontosabb az építkezés, mint mondjuk a szakmai előrejutás, hát akkor amikor kölcsön kellett adni egy orvost, akkor Azonnal rám gondolt, így mentem Palánkra a geriátriára, az öregek közé, aztán mentem a reumatológiára, a tüdőosztályra, és így e, módon volt megismerni az akkori állami nép, népegészségügyi e, lehetőséget a kórházon belül. Őszintén szólva, némi csalódást okozott. Noha mindenhol jól éreztem magamat, e, annak idején fagyas mondta, maradjak ott aztán a katona főorvosnő mondta, hogy maradjak az ő osztályán. Még a tüdő is a főorvos hívott, hogy maradjak azon az osztályon. E, mindenhol jól magamat, a kollégákkal nagyon jó kapcsolatot is sikerült kialakítani, a nővérekkel is. Valószínűleg ehhez hozzátartozott az is, hogy tudtam, hogy nem kell sokáig ott maradni ezen az osztályon, és nem voltak olyan kötöttségei, mint mondjuk egy ott dolgozó osztályos orvosnak. E, így aztán mindig vidám emberként ismertek meg a, a különböző osztályokon. Míg végül azt láttam, hogy addig, amíg én vándorlok ide, vándorlok oda, belelátok ilyen osztály, olyan osztály munkájába, elsajátítva azoknak a szakterületeknek a rutinját bizonyos fokig, és egyik se fogott úgy meg, hogy ott maradjak, viszont láttam, hogy a feleségem önállóan dolgozik egy rendelőben, önálló egzisztenciája van, nincs olyan főnöke, aki beleszólna a munkájába. Szabadság tetszett és, tehát. És az a szabadság és az a lehetőség az megtetszén, kértem a, 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 a stomatológus főorvosasszonyt, és Judit főorvosasszonyt, hogy segítsen abban, hogy én át tudjak e, menni fogorvosi területre, és ez azzal járt, hogy akkoriban az egy, a kórház Budapestre vezényelt, és ott a Mária Szentkirály utcai országos központban eltöltve a továbbképzési időt, akkor én fogorvos lettem a húsipari vállalatnak a fogorvosa, és a mezőgép, akkori mezőgép Fogorvosa, és hát a feleségem volt a, a közvetlen főnöke, olyan értelemben, hogy ha bármi gondom volt, akkor nem volt ö, probléma az, hogy megkérdezem te ezt, hogy látod. Sokszor, amikor jól csináltam, és úgy éreztem, jó, akkor is megmutattam, és megkérdeztem, konzultáltam, ö, hogy megerősítsen. És nyilván, amikor kérdés volt, hogy ez jó-e, nem jó, akkor is megkérdeztem, hogy ö, te hogy látod. Tehát mondhatni, és... ez egy jól működő munkakapcsolat is lett ez így a párkapcsolat. Így van. Így van. Közben ugye 90-et írtunk, 91-et írtunk, és a világpolitika változásával, ugye a rendszerváltás, aztán utána a háború, ebből háború, a szerb háború, és így tovább, de az életemben előjött az, hogy először képviselő lettem az első ciklusban. Noha tudatosan éltem meg azt is, de meg kell, hogy mondjam, hogy a mostani képviselőséghez képest, az egy kisasszony futball volt. Ott akkor kaptam Gellert, amikor a akkori legnagyobb értékű vagyonát a városnak, a akkor, akkori áron két milliárd értékű lakás vagyonát herdálta el a képviselő testület. Minden tiltakozásunk ellenére, vagy tiltakozásom ellenére, azt hiszem velem együtt még egy valaki volt, aki tiltakozott ez ellen, hogy a bolsevik időket megszégyenítő, Féláras meg negyedáras lakás eladás helyett 16%-ért adta el az önkormányzat a lakásállományát. Most megküzdködünk <coughs> ezekkel a gondokkal. Tehát mondhatni azt, Csaba, hogy a, a közélet egyes problémái iránt igen érzékeny lettél, ezt az utat választottad, képviselsz érdekeket, álláspontokat. Öhm, nehéz megkérdezni tőled, hiszen azt hiszem, hogy tudva lévő, hogy, hogy, hogy egy határozott véleménnyel, elképzeléssel állsz a, a, a fórum elé, közgyűlés elé, bármiről is legyen szó, mégis hogy érzed, a, a mit adhat neked ez a pálya? Nem érzed -e úgy, hogy az, amit te képviselsz, a, a, a sokszor esetleg akadályokba ütközik, sokan... Hát nem akarok a, de sokan azt mondják, hogy hogy, 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 hogy bármaradna csöndben, miért szólal fel ennyiszer, gondolom, hogy ezek hozzád is eljutnak. Hogy érzed ebben a helyzetben magad? Egyáltalán hogy érzed, azt mondod, hogy most már másképp éled meg. Mit adhat neked mondjuk ez a ciklus? Hát ha most politikai ö, sikra valamelyest terelődünk, nem tudom... Mondjuk azt inkább ezt egyénileg nézzük igen. a te hogy ezt hogy éled meg talán mielőtt erre a témára rátérünk, én azt mondom, az ehhez vezető út érdekes még az életemben. Mert az, hogy most határozottan, nagyon tudatosan, egy adott irányvonalat képviselve szólalok mindig meg, ez azért nem jött magától. Tehát ahhoz képest, amikor ösztönösen, a 90-es évek elején, azt kell, hogy mondjam, alapvetően ösztönösen a becsületes egészséges, jó gazda vezérelt, semmilyen elv nem volt igazán előttem, mint vezérlő elv ezen kívül. Mégis hogy van az, hogy most ugye egy szélsőségesnek, sokak által annak nevezett párt, a mi épp Magyar Igazság és Életpártja keretén belül politizálok, és hogy éppenséggel említetted, hogy többször megszólalok, határozott álláspontot képviselek. Tehát ez nem jött magától. Az életem nagy ö, áldása és élménye, hogy a Pécsi Egyetemről biciklivel, stoppal, mikor, hogyan, mivel <coughs> hidasra kijárhattam egy kispapot hallgatni. Kispapnak nevezem, mert egy falusi ö, pap, dr. Hegedűs Lóránt. Hazánk egyik legnagyobb tudású koponyája, legnagyobb teológusa, egy fantasztikus, nagy tudású ember, és egy olyan közvetlen kapcsolatot sikerült vele kialakítani, nem volt nehéz, hiszen ő egy rendkívül közvetlen ember, nem felülről nézve az embereket, hanem Csabi, bejöttél, eljöttél meghallgatni a hidasi papot, akkor maradj már itt, ebédelj velünk, mindig ott tartott, és én nekem módon volt belelátni az ő családi életükbe. Ha négy gyermek volt ott is, a felesége orvos volt. Egyfajta példaképő? Abszolút, azt lehet mondani, hogy, a magánéletében, a szakmáját tekintve előrejutásban és, és a hűséget tekintetében az elvekhez, amit ő felvállalt a legnehezebb időben is, az, az számomra abszolút példaértékű. Tehát szüleim után azt kell, hogy mondjam, hogy dr. Hegedűs Lóránt az, aki nekem legtöbbet adott, és mellé párba illik dr. Gyökösi Endre, az a lelkész pszichológus, akit viszont az édesanyám révén ismerhettem meg, mert ő budapesti volt, és ő korábban onnan őt ismerte. Így szellemi lelki atyámnak Hegedűs Lórántot és lelki szellemi atyámnak Gyökösi Endrét nevezhetem. Én inkább csak a, az arány szempontjából nevezem meg őket. Nos, az ő személyük volt az, amely, amely ráállított arra az útra, amely az igazság, a igazság keresése, nem az igazság, az igazság keresése, és a tudatos keresése az vezérel jelen pillanatban. Ennek a, a politikában való megjelenését számomra leghitelesebben egyértelműen a magyar igazság és életpártja képviseli, hiszen nem lehet, hogy ez azért is van, mert nem lehetett soha nagy párt, amelyben ilyen olyan emberek mondjuk mondjuk hitelemné tegyék azt a pártot vagy azt az eszmét, noha az emberekre jellemző mindig a cselekedetük nem a pártra. Tehát de... Mondhatni azt, hogy tulajdonképpen itt találkoztak Igen, azok a, az elképzelések, azok a, a hitvallások, mondhatom így, ami a te Saját egyéneddel egybecsenget. Igen. Így tehát tulajdonképpen erre az útra is mondhatni, hogy ilyen szellemben tértél, és ez az, amit mi tulajdonképpen a te képviselői munkásságodban is visszatükröződni látunk. Igen, ez egyértelmű, és még a szüleim, a származásom, tehát az például, hogy nekem a, a gyerekkoromban az ajtónkra, bár le volt festve, a festők lefestették, de sose lett leszedve, a nem-nem soha, Nagy-Magyarország képe ott volt hogy erdélyi származás, hogy gyerekkorunkban elmentünk, szüleink elvittek Erdébe, megkaptuk az impulzusokat, hogy láttuk, hogy Kassán is magyarul beszélnek, hogy székely is magyarul beszélnek, és érdekes, minél messzebb megy az ember, annál tisztábban, annál szebb magyarsággal élik meg a magyarságokat emberek. Ez, ez óhatatlanul jelezte azt, hogy, hogy itt valami nincsen rendjén, és hogy, hogy fáj Trianon. Ez, ha valakinek nem fáj egy magyar embernek, akkor ő megkapta a fájdalom csillapítót. Na most hogy ezzel lehet-e változtatni valamit, vagy nem lehet, az más kérdés, de egy érzelmileg de így kötődik ehhez az ember, e, igen, e, így élek, és még azt kell, hogy mondjam, hogy szóba került az, hogy sokszor hozzászólok, vagy nem szólok hozzá. Amikor úgy érzem, hogy nem tehetem meg, hogy ne szóljak hozzá, mert becsület kérdése az, hogy a véleményemet elmondjam, tudom, hogy ebben a testületben akármit mondok, akármit akarok, az nehéz keresztül vinni, itt a többség, amit akar, amit mond, azt keresztül tudja vinni. Tehát a véleményem sokszor nem azért mondom el, mert illúzióim vannak, hogy ezzel majd befolyásolni fogom a, a testületet, azt hiszem nem engedhetem meg magamnak, hogy úgy hozzák meg a döntést, hogy nem szóltam, hogy nem mondtam el a szerintem, fontos véleményemet. Csaba, én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, az időnk letelt. Én gondolom, hogy a nézők is most sok mindent talán más szempontból látnak. Érdekes volt hallani a te életedet. Itt mindig új dolgok derülnek ki, mindig tényleg egy kicsit emberközelből ismerjük meg a képviselőt. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltál. A nézőknek a figyelmet köszönöm meg, viszont látásra tartsanak velünk a legközelebb is.